Nos hát, akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, hello, hello, hello. Mint ahogy a címben is láthattátok, Skyblock Update, ugye season zárás volt, és ja. Hát srácok, foglalkoztam a szerverrel szerintem elég sokat. Elég sok új dolgot vettek majd észre az egész szerverben. Fontos jó pár bugot kijavítottam. És igen, na most akkor kezdjük a legelején. Napi láda maradt úgy, ahogy eddig. Ugyanúgy benne van az a pár dolog. 64x64x64 spawner. Ládák. Small láda. Na most itt csökkent felettek a pénzek. Került bele egy-két új kulcs. Került bele egy Uncommon generátor. Na erre majd rátérünk. Itt van egy olyanunk, hogy... kulcsos. Na most itt a kulcsos barátunknál... hát... csökkentek az árak. Nem is picit. Nem csak ez csökkent. Még mi is csökkent. Hát ugye alapból az árak azok úgy lennébb jöttek. Minden spawnernek van értelme. Minden egyes spawnernek szinte. Pontos ugye a meta az villager. Ezzel is fogunk majd foglalkozni. Folyamatosan metaváltások lesznek. Emerald. Na most ugye, hát igen, 8 millió a villager spawner. Hát azért az nem sok. De ez mindennel így van. Nyilván dropból is kevesebbet kaptok. A kezdő egyenleg az 10 millió. Hogy is vagyunk még? Kritik láda. Na most itt is ugye kevesebbet kaptok, mint ahogy volt. Kaptok itt jó pár spawnert. És itt is egy Uncommon generátort. Hogy mik is ezek a generátorok, arra majd hamarosan rátérünk. Meg a láda. Kaptak egy szép kis dizájnt amúgy ezek a ládák. Kaptak jó, itt azért bepakoltam egy pár spawnert. Rare generátor, hoppácska. Itt van egy Vexel ládánk. Kapott jó pár spawnert ugyanúgy. Legendary kulcs generátor. Vagyis hát töredék, de ja, erre majd rátérek. Ugyanúgy a minionok, raktam be még egy-két dolgot. Silver, na most itt ugye mi van? Hát beraktam az összes létező generátorunkat. Úgyhogy ja, hát srácok, akkor generátorokról már annyi szó esett. Akkor azzal kezdem, hogy a generátorokon 5-ös limit van. Tehát ja. És ugyanúgy 3 szint, 3 szintre tudod őket felfejleszteni. A generátorokat nem tudod lerakni más szigetére, nem tudod lerakni spawnra, stb. Tehát ezek nokut nincs, leteszteltem. Jó. Na, akkor menjünk ilyes home-ra. És akkor még valami. Ezek már offline generátorok. Igen, tehát ha nem vagy fent, akkor is működnek. Ide szépen ki van írva fölé, hogy mennyi idő van még a droppolásig. Na, hát akkor úgy mükszik a dolog, hogy kulcstöredéket kapsz. Na most minden generátor droppol, azt hiszem 4-et vagy 5-öt. Van itt nekünk egy Uncommon, egy Rare és egy Legendary kulcstöredékünk. Na hát akkor az úgy van, hogy én nektek most igazániból csak azt számoltam ki, ugyanis itt tudod majd kivenni őket. Lehet, akkor ugye tárgyak megtekintése nincs benne tárgy. Itt sincs. És ugye ide fogja nektek ezeket bepakolni. Na most úgy állunk, hogy ha 5 darab legendári kulcs generátorod van, egyes szinten, akkor egy nap 12 darab silver kulcsot tudsz kiszedni csak a generátorokból. Azon kívül meg ugye még megaládából is lehet nyitni silver kulcsot, meg a Vexelből is lehet nyitni silver kulcsot. Úgyhogy igen, hát azért elég jó dolog. A többi meg a rareből nagyon sok vexet ki lehet szedni, és a Uncommonból meg nagyon sok smolt meg kritiket. Úgyhogy igen, azért ez szerintem elég nagy dolog. A metatéren azért ott is az árcsökkentés szerintem elég rendesen betett, mert régebben úgy voltam, hogy
fölöslegesnek tartottam a nagyobb árakat, és szerintem erre most visszatérek. Ugyanis nem gondolom azt, hogy attól valaminek nagyobb az értéke, mert több van kiírva neki, szó szerint. Tehát túlárazott volt minden, és így szerintem egy picit átláthatóbb az egész dolog. A volt topposok megkapták az érmét, mindenki megkapta. A következő is ugyanígy lesz, szerintem ugyanúgy ez az egy hónapos dolgot fogjuk tartani. Az updates-ben ugye pedig kint lesz a videónak a linkje, ugyanis szerintem elmondok minden ilyen fontosat, és akkor oda nem kell leírnom. Na most srácok, rátérek még valamire. Akinek tetszik az ötlet, tetszik az új szerver, és amit itt most láttok, az fejelje már meg a lájkot, meg jelezzétek nekem komment formájában is, ugyanis akármennyire hisztek vagy sem, nagyon jól esik valakinek, mondjuk egy kisebb youtubernek, tegyük fel nekem, vagy másnak, ha jelzitek azt, hogy tetszik a dolog, és nem csak úgy tetszik, de hogy úgy leszarom, hanem így picit okoztok nekem is valami örömöt, ugyanis ezzel is volt munka, mint minden ilyesmivel. És ugye, ha tudjátok, hanem én csinálom ezt az egész szervert nagyrészt egyedül. Nyilván vannak segítő emberek, de most nem fogok kitérni senkire. De nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki játszik a szerveren, aki itt van, stb. Szóval, ja, ahogy visszajelezzetek nekem, az nagyon fontos. Meg ugye ötleteket is írhattok, amit ugye általában szoktam jutalmazni. Mit keres egy csoró? Há? Mész innen? Csöbi? Na szóval. Szerintem, srácok, minden fontosabb dolgot elmondtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. És megnéztétek, úgyhogy igen. Lájkot azt ne feledjétek el, stb. Kommenteljetek, az nagyon fontos, nagyon szeretem olvasni a kommenteket, elfogadom a kritikát is, minden ilyesmit, de nyilván egy kultúrált keretek között. Szóval, ja, szombaton, azaz 30-án 5 órakor várlak titeket a Skyblock nyitáson. Jaja! Na jó, sziasztok, fejeljétek meg a lájkot, csövi!